Bolló Robi barangolásait ezúttal a röplabdával folytatta a sportvilágában, amit alapvetően félelmekkel várt, nem sűrűn állt bele olyan kemény labdákba, mint amilyenekre itt számíthatott. Ezt nem is titkolta. Annyira nem vártam, mert kicsit féltem tőle, és ez a félelmem még most is áll így az edzés előtt. Hát gondolom a háló fölött kell átadogatni a labdát. Azt mondják, itt is van hatos. Nem sokkal több tudásom van, rengeteg meccsen voltam kinn, ezért is féltem egy kicsit, sőt félek is ettől a sportáktól, hiszen nagyon kemény, iszonyat pici vagyok, a többiek nagyon magasak, szóval nem tudom, mennyire fogják tudni hasznomat venni az edzés folyamát. Azt mondták, hogy mezőnyjáték lesz, jelentsen ez bármit is. Dávid Zoltán sem árult zsákba macskát, nem bár sokat a bizonytalan próbázótól, aki kímélni véletlenül sem szeretett volna. Hát ezzel a fizikummal nehéz lesz neki röplabdázni, az biztos. Mert azt tudni kell, hogy egy ilyen két órás röplabda edzésen egy játékos az edzés elejétől az edzés végéig minimum ilyen 300 és 400 között fog felugrani. Robiból ez nem, hogy 3-400-ot, 15-öt nem nézek ki, szóval megpróbálunk úgy olyan dolgokat összeállítani, amiből kicsi ő is belenézhet, hogy mi is az a röplabda. Az edzésnek az első része az mezőnyezésből fog állni, ez azt jelenti, hogy fölállunk oda a szekrényekre és háló felett ütjük a labdát, különböző szögekből a játékosoknak védekezni kell, a Robi abból kap egy kis ízelítőt, majd ugyanezek lesznek ütéssel, tehát ott már, ahol már játékosok ugranak fel. Szóval várom azt, hogy mikor fog lerohanni a pályáról, vagy egyáltalán oda merre állni. Nem meglepő módon az edzést előbb fejezte be kedvenc hollónk, önkritikusan el is ismerte, inkább zavaróan hatott a srácokra, ráadásul a végére bizony iszonyatosan sajogtak az alkarjai. Nem szeretném megzavarni a srácokat, hiszen megzavarta őket a játékom. Az, hogy miért, azt nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, de igen, zavaró voltam egy picit. Meg annyi sportnál itt is abban a hibában estem, hogy alábecsültem a dolgot. Hihetetlen bonyolult, hihetetlen nehéz, valamiért nekem az ugrás-ütés kombó soha nem jött össze, de azt gondolom, hogy megtaláltam a pozíciómat a csapatban, remek labdaszedő vagyok. Alapvetően nagyon fájnak az alkarjaim, viszont megnyugtattak a srácok, hogy holnap ez rosszabb lesz, vagy kicsit félbe fekszem le. Ja, és lehorzsoltam a térdemet, ez is fáj. Dávid Zoltán pontosan azt kapta, amit várt Robitól. Nem sokat. Hát nem ajánlom neki ezt a sportot. Ez nehéz. Itt igazából az a baj, hogy ő nem tud folyamatossággal ugyanazt csinálni, mint a srácok. Tehát itt mondom, itt ebbe az a legnehezebb, hogy ugye a labda nem érintheti a talajt, és az, hogy folyamatosan itt a levegőben maradjon, az kell labdaügyesség, gyorsaság, magasság, tehát kell hozzá az, hogy fizikuma legyen. Adja magát azonban a kérdés, lehet a jövője Robinak a későbbiekben a sportágban. Voltak dolgok, amit persze ügyesen csinált, megmondom, ez a röplabda nem olyan könnyű, hogy itt egyik pillanatra a másikra leévünk, aztán megtanuljuk, hogy kell, de persze csinált ügyes dolgokat, lelkes volt a Robi, úgyhogy talán még röplabdás is lehet belőle, csak nem nálunk. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!